Elment az aranycsapat utolsó élő tagja, vasárnap 89 évesen elhunyt Buzánszki Jenő, a hátvéd, aki hűséges maradt vidéki klubjához, a Doroghoz. A nemzet sportolójáról a FIFA aranylabda gáláján is megemlékeztek tegnap és mi is így teszünk, személyisége játék a felidézésével, amelyben a nála 14 évvel fiatalabb klasszis Göröcs János segítő a vendégünk. Szervusz János, jó, Szervusz, jó A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy elment az utolsó Mohikán, ugye utalva az aranycsapatra. Neked melyek az utolsó emlékeidról az utolsó találkozások vele? Hát már most így nyugdíjas éve. Így van, éve. így van. Most az, most az utolsók, amikor itt a az elmúlt években találkoztam. Hát sokat voltunk együtt, de a legutolsó együttlétünk nem is a rég, azt hiszem tavaly volt, mm. e, e, Szerbiába mentünk egy ottani meghívásra, azt hiszem ő meg a, a, a Fehér Miki, a Siposnak a akkori tulajdonosa intézte, e, Szabadkára mentünk, és reggel mentünk, és este jöttünk vissza. Hát mit mondjak, ahogy megérkeztünk, rögtön körbevették, vitték ide, vitték oda, itt nyilatkozott, ott nyilatkozott. Én csodálatos embernek ismertem, ha jól tudom, engem kedvelt is. Jóba voltunk, többször voltunk ilyen, ilyen magán vacsorán, meg nem tudom, haverokkal, úgyhogy hát ilyenkor mit lehet mondani? Az, hogy és a szószoros értelemben ami ez az ember a magyar futballét tett, az nélküli. Ebben a korba hogy utazott, majdnem minden héten két-három helyre utazott. Mondtam is neki, hogy egyszer már ír meg, hogy hány kilométer tettél meg, mióta élsz, hogy egyszer át -a kihozzák, mert mondom, amit te csinálsz, az lehetetlen. Hát az utolsó pillanat, nem átalott bármikor felszállni a dorogi buszra, és mentés. Hát így csinált. van, onnan, és onnan, onnan intézve menni, visszamenni. És ugye hát volt szegénynek ugye a beteg felesége, aki ott is hagyta őt idő előtt, úgyhogy nem volt könnyű dolga. De 90 évet így leélni betegség nélkül, hál' Istennek, Hát, kedves volt hozzá az élet. Hát azért egy egy, kedves, ke, egy csodálatos és kerek élet volt, az bizonyos. János, ugye 57 tavaszán te a, az izzóból igazolva mutatkoztál be az NB1-be, a, a, a Dózsában, az NB1-ben. ezeket az ig játszott dorogom, úgyhogy én most kíváncsi vagyok, ugye van itt három év átfedés, a, a játékos emlékek, tehát te álltál vele szembe a, a pályán ellenfélként. Hát nem szószoros értelemben a jobbeket játszott, Igen. én meg jobb összekötőt. Tényleg volt három évünk, és nagyon jó csapat volt a dolog. Ilyen jó csapat vidéken talán ritkán volt, ami ő is játszott, ugye? Egyszer-egyszer, mikor összejöttünk, zikálottunk is, a salakpályán kerültem őt meg, mert nagyon jó helyezkedett, csak ott volt valaki egy hosszú elindított engem, és lefutottam őt, ezt mindig nyomtam, benyomtam neki. Azt mondja, engedtelek, azt mondja, hát akkor kezdtél meg minden, hogy valami sikerélményed legyen. Úgyhogy elég sokat zikálódtunk, amikor így összejöttünk. Hát... Beszéljünk a játékáról, arról, hogy melyek voltak, az előbb már ugye a jó helyezkedést említetted, szokták mondani a, ugye a jó szerelőképességet, a gyorsaságot persze a, az igazi zeniten lévő Buzánszkinál, meg az, hogy olyan hátvéd volt, aki az ellentámadások indításában is részt tudott venni. Hát érdekes futbalista volt, ilyen aprókat lépe futott, nem is lábújhegyen, mint általában a labdarúgók szoktak, hanem ilyen tele Nagyon jó szerelt és jó helyezkedett. Hát akkor még nem volt divat ez a felfutásos dolog. Ő egy ilyen stabil beket játszott stabil beket játszott a lantossal együtt. Egy, nem mondom, hogy, hogy kiváló futballista volt, mert, 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 nem az volt, főleg abban a csapatban. A két szélsőbek abból a csapatból azért kilógott vele együtt. De a, a szorgalma, meg, 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 az akarata vitte őt. Mindogy hát az egész csapatot. Érdekes futbalista volt, hát ezekben szoktak lenni ilyen az év végén mindig ilyen összesítések, uh -huh. ki a legjobb, jobb-e, ki a legjobb, uh -huh. ez meg az, úgyhogy válogatott volt, és ebben a sorrendben csak ötödiknek hozták le, meg is értődött a lakatékra, mert ők a hegyivánnal írták ezt az összeállítási könyveket, de a, 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 lelkesedése és a, a, a sportszerű életmódja oda-oda vitte, hogy válogatott lett. Hál' Istennek. Hát azt szokták mondani, hogy egy igazán erős csapatban nem csak sztároknak, hanem ugye zongorocipedek hát, is. Hát így is, kell is így van. Ez ugye. nagyon fontos. De mit gondolsz arról, ha már a Dorogra utaltál és hogy milyen jó csa, a kis csapat volt dologon arról a vidéki hűségről, ami végül is ő távol tartott a karrierje során a nagy, nagy budapesti kluboktól, pedig <höh> meg volt a lehetősége, meg lett volna a lehetőség. Ahogy én tudom, még a Dózsába is ak hívták őt, és azt mondta, ő itt akar maradni, itt jól érzi magát, itt egy kis császárnak érzi magát, ha fölmegy Pestre, azt mondja, ott egy, egy ötödosztályú hegedűs lenne. Ő itt jól érzi magát, a, a, a közönség szereti, jó a munkahelye, ő azt mondja, nem kívánkozott menni, több helyre hívták, közte az új Peshöz is, hát inkább ott maradt. Ez a fajta hűség vagy hozzáállás az akkoriban sem volt olyan túlságosan gyakori, nem? Hát akkor nem igen mászkáltak. A, a, nem volt könnyű igazolni. Uh -huh. az Egyesület nem adott ki, akkor kellett volna várni egy évet, azt meg nem igen tette senki. De úgy direktben még nem adtak ki senkit. Úgyhogy inkább ott maradtak, én is, hát én se igazoltam mert a sérülésemig, meg, meg senki sem. A végén jött ez aztán divatba, amikor a mi korosztályunk is ment kifele, a benére gondolok, a Dunaira ők még egészségesen eligazoltak egyik, a hiszem, a volánhoz, a másik, nem tudom, vissza Pécsre, nem tudom, de akkor nem volt szokás így, így menni jobbra-balra. azt arra utaltál már akkor az ő karrierjében, az ő játékában az, az, hogy amilyen hátvédé, amilyen futbolistával felépítette magát, döntő jelentősége volt az edzésmennyiségnek, az életmódnak és a szorgalomnak, igaz? Hát ez mind a három megvolt nála. Ez, ez, tény, ez úgy élte, hogy egy, egy élsportolónak élnie kell. Hát, <coughs> egy olyan korban, amikor so, nem feltétlenül ez volt a divat, igaz? Hát nem tudom, Dorogon, hogy ott, 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 hogy lehetett mondjuk elbújni valóvá, vagy, vagy, elmenni egyik egyről a másikra. Az éjszakába, igen. Az éjszakába, <coughs> a vájában ment. <coughs> úgy is hívta a puskás, mindig akart vele beszélni, hogy bányász, gyere ide. <coughs> Nem, ő, ő nagyon fegyelmezetten élt, és, és példa, példa, példa nélkül, amit ő csinált, na. Uh -huh. Egyébként ti annak idején, az utána jövő generáció, hogyan szembesültetek a, az, az csapat közelmúltjával, ezeknek a futbolistáknak a akik még ugye, itthon maradtak, azzal, hogy ők mit alkottak, mit tettek, és gyakorta mentek-e az összehasonlítgatások akkor, hogy hát, ti már nem tudtok annyit. Szóval ez hogy nézett ki? Hát igen, gyakran ment ez az összehasonlítás, úgyhogy lehet, hogy mi, minket is bántott, mert akár milyen jól játszottunk, de ezek hova jönnek ezek a régiekhez? Pedig nem igaz, mert az a mi csapazunk a 59-60-61-ben, a, a Európa, 60 ban Európa a legjobb csapatának választották a magyar válogatottat de mindig ez az összehasonlítás volt, hova jövünk mi a puskásékhoz. Ami igaz is, de, de hát a, 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 jót is lett a garin, lett a garin. hát egy, egy, egy. Addig kapok. Jó. Szóval nehéz volt akkor jó játszani, és ezt elfogadni, uh -huh, uh -huh. hogy mindig ez az összehasonlítás volt. Az egy világcsapat volt, világ legjobb csapata. És mi az, amit ti hagyományból, tradícióból, akár oktatásban, akár csak a génekbe, akár csak amit láttatok, szóval, hogy hogy buzánszkijék, szóval átvettetek, átvettetek a játékotokban? Hát ők a, a, a mai edzésmódszert, ha fidelembe veszük, uh -huh. ők ebbe már nem fértek volna bele. Szóval ők nagyon keveset tettek a, a kondícióért. A labda, a labda, a labda, a labda. Én mindig azt mondtam, akkor is, meg ma is mondom, hogy a régi csapatoknak nem volt kondíciója. Uh -huh. Legalábbis olyan nem, mint ami a németeknek, a angoloknak, meg mit tudom, uh -huh. én kiknek volt. Mindig ebben maradtunk le, egy vagy, vagy, vagy nem bírtuk csak 70 percig, és az a óra elég hogy kikapjunk. Szóval ott minden a labdával történt, minden a labdával. A szuszka került hozzánk edzőnek 64-ben. Olyan edzés volt, hogy meg se izzadtunk, szegény Feriné. Ruktunk egy gólt, és már megpróbáltuk kibekelni a meccset. Uh -huh. és, és rosszul is szerepeltünk, szegényt el is küldték aztán. De régen a futball, a futball, a futball. Hétfő fürdő a meccs után, kedden egy erős edzés, ami semmi. Szerdán a kínói ellen játszottunk 8 1 egy meccset, egy fél időt, fürdő, péntek lazítás, szombat, pihenőnap, vasárnap meccs. Hát ez, akkor már délelőtt, már délután -dél edzettek a, a nyugatiak, meg a, a jobb csaparok. Uh -huh, ott kezdődött ezzel. A, a legvégére értünk, azt mondd meg, hogy miután Buzánszki enő volt edző is, ugye Dorogon is volt edző. Te mit gondolsz neki igazából az ő személyiségének, az ő alkatának mennyire volt való? Tehát te, te, is edzősködtél, ez a, ez, a, kispad és, és, ez a szakma. Hát nem tudom, mennyire volt az övé szerencsés. Nem mindegy, hogy milyen csapathoz kerülsz edzőként. egy jó csapathoz kerülsz, akkor tudsz csinálni bármit. De nem tudom, akkor a dolog milyen csapasz volt, de Megpróbálkozott azt hiszem ő is, de aztán abban is hagyta, és inkább azt hiszem vezető lett. Igen. Vezető lett, nem tudom, nem tudom. Minden játékos, aki abba, a, a, abba hagyja a futbalt, szeretne annál csapatnál ezzel ahol játszott. Uh -huh. Ő hát, is megpróbálta sikerült, nem emlékszem rá, hogy ott sikerült János, idején. Hát, köszönöm szépen, hogy segítettél felidézni az emlékét. Isten nyugosztalja, köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Én is köszönöm.